Magyar szempontból is rendkívül érdekes nyilatkozatot tett Angela Merkel, német kancellár. Azt mondta, hogy Németország segít Oroszországnak, hogy mihamarabb engedélyezhessék a Sputnik vakcinát az Európai Unióban. Sőt, még azt is hozzátette Merkel, hogy akár a német-orosz közös gyártás is szóba jöhet. A magyar-orosz tárgyalások már régen elkezdődtek, Szijjártó Péter ma Moszkvába utazott, holnap sok minden eldőlhet. 35.500 adag Pfizer-BioNTech vakcina érkezett szerdán az uniós beszerzésből Magyarországra. Ez 12.000 adaggal kevesebb, mint egy héttel ezelőtt. Az Európai Bizottság kudarcot vallott. Képtelen volt elegendő vakcinát lefoglalni. Idézte Markus Söder, bajor miniszterelnök szavait a Magyar Nemzet. A cikkben az is olvasható, hogy Sebastian Kurz, osztrák kancellár kilátásba helyezte, a világjárvány után kérdőre vonná az uniós döntéshozókat, hiszen az utazási előírásokat és a vakcina beszerzést illető határozatok sokkal gyorsabbak is lehettek volna. A kieső oltóanyag szállítmányok ügye az uniós állam és kormányfők videokonferenciáján is téma lesz. Az Európai Bizottság elnöke a tanácskozás előtt arról beszélt, hogy jelezte a Pfizernek, időben meg kell érkezniük az oltásoknak. A múlt héten mindannyiunkat nagyon meglepett a Pfizer-BioNTech bejelentése a szállítmányok késéséről. Magyarázta a helyzetet Ursula von der Leyen, aki szerint a gyártó megígérte, hogy időben leszállítják az első negyedévre tervezett vakcinaadagokat. A közös uniós beszerzés mellett korábban erőteljesen kardoskodó Németország most az orosz vakcina mellett is letette a voksát. Angela Merkel arról beszélt, hogy Berlin kész együttműködni Moszkvával a Sputnik V uniós engedélyezésében. Oroszország megkereste az Európai Gyógyszerügynökséget, és felajánlottam, hogy a Paul Ehrlich intézetünk támogatni tudja az oroszokat ebben, mert az ügynökség által igényelt dokumentumok nem biztos, hogy teljesen összeegyeztethetők. Ezt jó dolognak tartom, és amikor ezt az oltást az Európai Gyógyszerügynökség jóvá hagyja, akkor beszélhetünk a gyártásban való együttműködésről vagy felhasználásról. Is, mondta Angela Merkel. Pénteken az orosz koronavírus elleni oltóanyagról tárgyal majd az orosz egészségügyi miniszterrel Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elutazása előtt a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, bizakodó a holnapi egyeztetésekkel kapcsolatban. Remélem, hogy közelebb kerülünk a megállapodáshoz abban a tekintetben, hogy Magyarországra biztonságos és hatásos oltóanyag érkezzen Oroszországból. A magyar kormány már a kezdetektől fogva kevesli az érkező mennyiséget. Elhibázottnak és lehetetlenül lassúnak tartja Brüsszel vakcina beszerzését. Ezért nem csak uniós forrásból próbál vakcinához jutni. Az Európai Uniótól eddig érkezett vakcinák, és az a most a következő hetekre látható mennyiség, amelyet az Európai Unió ígér, az egyértelműen kevés ahhoz, hogy tömeges oltás lebonyolítása megkezdődjön. Az uniós vakcina beszerzés lassúsága miatt nem lehet megkezdeni a tömeges oltást Magyarországon. Erről beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón. Keveseljük az eredményeket. Magyarországon kívül a szinte valamennyi tagállam kritikával illette az Európai Bizottság vakcina beszerzésének a lassúságát. Kénytelenek vagyunk ezért saját beszerzési forrásokat keresni, ezért tárgyalunk mindenkivel, ahol esélyt látunk arra, hogy alternatív útvonalon vakcinát tudjunk szerezni. A miniszter csatlakozva az osztrák kancellárhoz bírálta az Európai Gyógyszerügynökséget is. A tárcavezető közölte, az Unióban a legtöbb vakcina pont az AstraZeneca oltóanyagából áll rendelkezésre, és miközben a britek már oltanak vele, az Unióban ez még nem lehetséges, mert az Európai Gyógyszerügynökség nem engedélyezte.